Ez nagyon aranyos, nagyon tetszik nekem. Köszönöm. Miri alkotásait látjátok, és hát vele nem sokára elindulok egy közös anyalánya napra. Megmutatja nektek, hogy mi érdekli őt tinédzserként. És azt is megmutatom, hogy mire költöm a zsebpénzemet. Meg úgy általában a szülők és a nagyszülők pénzét. Indulhatunk akkor, vagy végig tinédzser póz lesz az ágyban? Mehetünk. Azért áruld el a nézőinknek, hogy a zsebpénzt azt nagyjából honnan szoktad összecsüpegetni, azon túl, hogy mi adunk neked. A nagyszülők szoktak szülinapi pénzet adni, meg csak néha adnak pénzet, meg vigyázok a cicákra, akik mellettünk laknak. A szomszédnak a két macskájára. Meg néha, ha van nekem valami édesség, amit nem szeretek, el szoktam adni egy pár dollárért. Az iskolában? Igen, mert mindenki, amikor azon, ahogy látják, odafutnak, meg a gamot is. De hát az olyan 1-2 dollár, nem? Igen, de hát jól fizetnek. De Elisonék, a szomszédaink mennyit adnak neked, amikor a macskára vigyázol? Normálisan 60-70 dollár. Ez jó. És nem több hétről van szó, hanem egy-két napról. Van egy nagyon jó sztorid az egyik osztálytársadról, aki nem mer beszélni. Adott 3 dollárt azért, hogy neki vegyek vizet. Te is nagyjából ugyanazokat a kozmetikumokat, vagy legalábbis ilyen arcápolási termékeket használod, amit én. Igen, a CeraVe-t szoktam használni az arcomat tisztítani minden reggel meg este. Ez a tisztító hab, ez pedig a tisztító folyadék. De ez is habos, amikor össze a dörzsölöd, akkor hab. A habot képez. Igen. Ezzel pedig át lehet jól dörzsölni a bőrödet. Ezt használják a barátnőid az iskolában? Igen. Szóval így felteszed az arcodra, és leveszi a teljes pimplodat egy óra alatt. Pattanás. Pimpl. Ez az, amit én használok, amiben a naptáj van. Azért... 30 faktoros. Igen. Ez a nappali arckrémed. Ezeket az illatokat szereted? Igen. Vanília, meg a cseresznyé szeretem, a két kedvenc szagom. Meg az eper is. Illatom. Illatom. Az görögdénnyés. Ezt is szeretem. Ezek egyébként naturkozmetikumoknak tűnnek. Meg vegan. De a golyós dezodorból is mindenképpen a természetes. Az a lényeg, hogy ne legyen benne alumínium. És persze illatanyagoktól mentes is legyen. Csináltam egy saját ilyen... Ajakbalzsama. Igen, azért, mert ne jön mindig a bőr, és le akartam. Hát meg most meg vagy fázva. Szóval azt csináltam, hogy csak barna cukor, meg méz, és annyi. Az nagyon ez jó. Is ennyi. Azt egyébként de a kézfejedre is rákenheted, és megnézed majd utána, hogy milyen sima lesz a bőröd. És amikor lemosod a kis dörzsidet a szádról, akkor ezzel ápolod. A szobámban szeretem az ilyen polcokat, a könyveimnek az ilyen kisebbeket. Meg a dobozokat tároláshoz. Ezt lehet vinni ugye college-ba is, amikor mész tovább tanulni. Már elképzeltem, hogy fogom berendezni a szobát. Kollégiumi szobát? Igen. De milyen szak, vagy milyen típusú egyetem? Oh, még azt nem tudom, szerintem akarok film, valami film school, vagy jó lenne biology. Lehet, hogy a média lesz a te területed, igen, amit egyébként majd most a gimnáziumban tanulsz is, ugye? Igen, vagy a biológia. Vagy a biológia, de mi lesz majd most a gimiben, így elsőben? Acting. Tehát színjátszás. Igen, meg a technical theater, szóval ilyen... Az érdekes. A ruhák design, meg a light. A világítás. Igen, meg az olyanok. De minden, ami a színházhoz igen. köthető. Emlékszem, amikor New Yorkba voltunk, ott volt a művészeti iskola. A Fashion School, Parsons, igen. De az a Párizsban is van, ami szerintem egy jobb hely. Ez a stílus jó. Az ilyen régebbi képek igen. tetszenek, nem a modern művészet? Nem. Ezt a collection-t olvasom pont most. Ilyen fantasy series. Görög mitológia? Igen. Ezt most olvastam el, ezt is elolvastam, ezt is elolvastam. Ó, ezt a teljes series elolvastam, ezt a teljes series elolvastam. Várj, még van. Ó, ott van a Hunger Games, mind elolvastam. Engem azért érdekelne, hogy téged vonz ennyire az olvasás, vagy másokat is, barátokat? Van kettő barátom, aki olvas, és így picit competitive, mert ők felvesznek egy könyvet, és 3 perc alatt elolvassák, és én így, ez a kedvencem. Krimi? Igen. Az ilyen tini szerelmes könyvek azok? De a mi, amit én meg Emma szeretjük, az a depressing fajta. Az, mint ez. Tehát ez ami itt, kicsit szomorkás? Igen, ez. Aha. Depressing. Hogy sírjál. Valami vidám sztori? Vaj, ez nehéz. Nem vidám, de nem szomorú.
Ha nem sírok egy könyvvel, akkor nem jó könyv. Ja, hogy érzelmeket kell, hogy kiváltson belőle. Exactly. Kedvenc énekesnőd? Taylor Swift. És ez a könyv így based on, hogy így van egy csomó Taylor Swift reference benne. És szerintem van egy playlist tehát nem kifejezetten is. Róla szól, de vannak utalások. De vannak olyan, hogy minden page-ben mentionolja. Harry Potter már nem annyira? De. Most már lecsengőben van? Nem mindig. Minden, a Harry Potter az egyetlen könyv, amit minden hónap elolvasom. A Percy Jackson az jó volt, de nem ugyanolyan, mint a Harry Potter. Az iskolában mennyire vesznek rá benneteket arra, hogy olvassatok? Az egyik tanítom nagyon nyomja nekünk, mert ő szereti olvasni, és ugyanazokat a könyveket olvassa, mint én, szóval nekem szoktam mondani, ó, azt elolvastam, vagy ha szereted, van ez. Ajánl neked könyveket. Uh-huh. Ő irodalom tanár? Igen. Ilyen sorozatokat nézel? Stranger Things, én meg az Emma Gilmore Girls nagyon szeretjük, mert a vibe, tudod? Az nagyon jó, azt még vibe, én is néztem, igen. A vibe annyira jó, igen. Meg ez, The Summer I Turned Pretty. Van a másik barátnőd, aki brazil és ugye nagyon vallásosak, uh-huh. Minden vasárnap templomba mennek. Neki milyen könyveket lehet olvasni? A Bible. Csak a Bibliát? Igen, vagy valami historical, ilyen holocaust dolgokat nagyon nyomják. Holocaust történelem. Ilyen történelem. Ő inkább jobban szereti az ilyen dystopian könyveket. És azt nem engedik neki a szülei? Nem. Mert félnek, hogy valami ördögi van igen. Benne. Skyth, ez is egy dystopian, meg itt van a Hunger Games. Tehát csak hogy én is értsem, disztópikus, vagyis hogy a mi társadalmunknál rosszabb? Igen, hogy így... Másik világ? Igen, hogy így végzik a világ, vagy kezdődik újra a világ, meg az ilyenek. Igen, én is imádom azt. Gondolom, még mindig nagyon mennek ugye a videójátékok, nagyon sok tinédzser ezzel foglalja le magát. Igen, de én annyira nem. Attival mivel játszotok? Roblox-oztunk, meg a Minecraft, meg a Nintendo-n szoktunk játszani. Ez van nektek, de én nem annyira látom, hogy használnátok. Én használnám, de Mati nem engedi, és mindig ő használ, de ő nem használja. Én mondtam a papának, hogy hozza vissza. Ezt a játékot akarom a Nintendon. A Minecraft az sokkal olcsóbb. Sokkal, csak fele. $30, igen. A Mario az most nagyon jön fel, vagy már feljött, igen, nem tudom. A mozi miatt. Csak egy kis pénzügyi ismeret, tehát a $100 zseppénz, uh-huh. A szoroz meg 4-szer, és akkor jön ki belőle egy ilyen Nintendo játék. Úristen. Felteszed a biciklidre, és így jó... Kamera? Így vinni ki a nature-be. Ez nagyon jó, és víz alatt is lehet használni? Az a másik, ami víz alatti, az narancssárga. És milyen helyes táska van hozzá? Stranger Things, ilyen 80s vibe, főleg ez itt lent. 80-as évek, teljesen. Ezek itt mini fotónyomtatók. Ez az, amit nagyon vágyok, egy ilyen kamerát, hogy legyen polaroid fotók. Nekünk is volt ilyen, amikor gyerekek voltunk, ez a típusú fotókészítés, és ez most visszajött a divatba. Igen. Külön kell utána akkor venni a filmeket. 60 darab, $40. Ebben teljesen benne van minden, akkor $90. Nem jobban megéri? Ó, és ez lila, oh my god, that's cute. A havi zseppénzedet teljes mértékben elviszi. Azt azért ugye tudod? Igen. A következő hónapra kell áttenni a társasjáték vásárlást. Én ezt a társasjátékot nagyon szeretném. Ilyen bűnügyi. Igen. Mindegyik más-más ügyet göngyölít uh-huh. Fel. Eltűnt tinédzser. Azt nem tudom mi. Ezt én sem tudom, miről szól. Ezzel szoktunk játszani a Dungeons and Dragons. A barátaiddal? Igen. Csak a Monopoly, meg ezt is szoktuk játszani. Az Uno-val inkább már Matti játszik a kis barátaival, a szomszéd gyerekekkel. Igazából most senki nem használja az ilyen elektrikus dolgokat, inkább a klasszikusat próbáljuk, mert mi jobban szeretjük az olyan dolgokat, mint az ilyen újabbakat, azért a skateboardot szoktunk. Tehát visszajön a hagyományos a divatba. Uh-huh. És mennyivel olcsóbb? $40, míg ez 160. Itt egy Gilmore Girls shirt. Tetszik az ilyen tengeres... Ilyen... Hát de ilyeneket tudsz készíteni igen, magadnak, erre nem csinálni. Kell pénzt költeni. Nekem ugyanez a fajta bír van. Mutasd meg, ami a kezeden van, azt te csináltad, nem? Ezt én csináltam. Ezzel megspóroltál legalább $15. Uh-huh. Ezek is visszajönnek, mert tudod, régen az early 2000-ban ezeket használtuk, szerintem nekem is volt egy, nem? Ezek a pici klipek. Igen, a pici ilyen pillangó klipek, ezek visszajönnek. Emlékszel, nekem nem volt?
amikor óvodába jártál. Igen, és ezek viszének. Nagyon keresek egy jó naplót. Én az ilyen plainokat használom, főleg a feketét vagy a fehéret, hogy én tudjam kidekorálni. Ez milyen aranyos, 25 dollárért. Best mom ever. Anyák napjára, igen. Melyik a chip? Fontos a számla, hogy vissza tudjuk hozni, hogyha baj van vele. Van kóstolás. Van egy strawberry acai tea. Az jó most a megfázásodra. Igen, hát van csak benne nem acai, tudom, hogy hideg. Meg az hideg? Hát kérdezd meg. Egy cookie. Film. Kérhetem azt a sushit, most már éhes vagyok. A kaliforniai. Na kúráld akkor magad, hogy tudjunk tovább menni. Most már akarok nyárba dolgozni. Hát mehetsz, csak nem minden helyre, meg azt hiszem, igen, hogy csak 3 órát, nem? Igen. Mondjuk a Publixba, a szupermarketbe kosarakat visszatologatni. Meg szerintem a Chick-fil-A is engedi. Tehát gyors éttermekbe. Uh-huh. Mihez lenne kedved? Hát jó lenne a Bath & Body Works-ba. Oda úgy is megyünk, mármint a bevásárlóközpontba, uh-huh, és mi lenne, hogyha megkérdeznénk, mert hát én nem tudom, hogy náluk mi a szabály. Jó, meg lehet kérdezni. És amúgy is, amikor már a gimnáziumban jársz, akkor társadalmi munkát kell vállalni, igen, nem? Csak az nem fizet. Hát most egyébként egy picit sokban vagyok, mert hallottam, hogy becsődölt a Bed Bath, és hogy gyorsan kell jönni, mert leértékelések vannak, hát itt már látszik, hogy be is zárt. De nem baj, mert szerencsére van itt egy elektronikai áruház. Oh my god, that's so cool. Hát, hogyha érdekel a média, akkor ilyen technikai eszközökre szükség lesz. Kameraállványok. Kérdezték is egyébként, hogy te ott vagy a közösségi médiában? Van valamilyen oldalad? No. Hát igazából olyan nincs, amit működtetsz. Mert hogy igen, van kinyitva, csak nem használod. Igen, vagy csak a barátaimnak. Tudjátok ugye, hogy ki ez a Tim Burton? Itt van, találtam egy Coraline dalt, ami az egyik kedvenc mozim. Yes, tőle már mint ilyen Halloween témájú? Vagy igen, egy ilyen famous Halloween mozi. Ő csinálta a Wednesday-t? Igen. Imádom az Edward Scissorhands-ot, mert szeretem ezt a hangulatot. És ezt is a Tim Burton csinálta, igen, ugye? Igen, ott van Winona az Ryder. Az ő mozija. Uh-huh. Ez is a tiniknek jó, mert ha elhagysz valamit, akkor azonnal meg tudod keresni. A feledékeny tiniknek. Amit mi most keresünk, az egy olyan mikroszkóp, mini mikroszkóp, amit a telefonra rá lehet csatlakoztatni, és a telefonodon tudod nézni mondjuk az ilyen baktériumokat, meg ami érdekel felnagyítva. Nincs nekik, úgyhogy marad az online vásárlás. Mehetünk ruhákat nézni. Taylor Swift játszik. Itt jó farmerek, leggingsek vannak, meg pólók. Okay, let's try. Vagy csak megnézem, hogy mennyire wide. Ezeket a számokat nézd, mert ez az év. Okay. 14-es. So, no, 12. Én pici vagyok. Lady Diana stílusában ezek az óriás pulóverek mennek biciklinadrággal. Hogyha szeretnél ilyet, még van más színben is. Gimivel szerintem akarok focizni, szerintem azt fogom megcsinálni, vagy a valiba, és ahhoz ilyen focis fajta sortok nadrág. Kellenek. Igen. 25 dollár a Nike, a Columbia meg a, hát 60. Szép ez a set. Egyetlen Stranger Things-es pólót találtunk, de ez már megvan nekünk. Nem is tudom, menjünk most a hobbiboltba? Szerintem igen. Itt van a tábla a bejáratnál, hogy keresnek dolgozókat, még egészségbiztosítást is adnak, viszont legalább 16 évesnek kell lenni. Akkor ez majd gimis években. Igen. Beteszed ide egy fábrikot, csak szép, mert cute. Ez is. És így varsz ezekkel. Ezekkel a cérnekkel. Uh-huh. Tűpárna. Bármi, ami több mint 10 dollár, az sok. Ez a szín szép. Ó, ez egy szép szín. Nagyon szép színek vannak tényleg. Nézd, mert ilyen fajta, ilyen fluffy. Oh my god. A vékonyabb 4 dollár. Ilyen szúrós anyag. Lett egy ötletem. Ez egy ilyen szívpárna. Egy dobozban minden. Van sushi. Winnie a Pooh, az jó. Hát ezek 2 dollár alatt vannak. Szóval ide beteszed a yarnot. Mármint a fonalat? Igen, és itt kihúzod, és így jaj, csinálod. Jaj, de jó! Ez tetszik. De ezt én akarok csinálni egy sajátot. Clayból. Gyurmából. Oh my god, ez nézd, milyen cool. A makramét nem akarod kipróbálni? Majd egyszer, igen. Adnak ilyet, és tűvel elkezded így nyomogatni, mint egy labdába, és így csinálsz ilyet. Helyes figurákat.
Meg itt vannak pólók is batikoláshoz. Na jó, hát itt van választék. Nem tudom, hova nézek. Kis nyomda. Igen. Vasi tép, ez is a dekoráláshoz. Naptár dekoráláshoz. Hogy így nagyon extra legyen, hogy minden rajta legyen. Annyira perfekcionista vagyok, hogy muszáj, hogy jól legyen. Ha rossz, akkor kitépem, újra kezdem. Ilyen londonos, nem? Viktoriánus. Uh-huh. Ez is cute. Oh my god, a tiny china set. És nézd azt ott fent. Ékszerkészítéshez minden. Nagyon helyesek. Kövek, kristályok, és már ki van lyukasztva. Uh-huh. Unikite, amethyst, red jasper, rose quartz. Én szeretem a kristályokat. Ez milyen cuki. Szeres boci. Oh my god. Ez mind a bútor restaurátoroknak. Nézd ezt! Ha fel akarod a szobádban a szekrényedet újítani, $5 kerülnek a fogantyúk. Ez nem is annyira sok. Nagyon szépek. Very Americana. Vintage. Coca-Cola-s. És hát nem is Amerika lenne, ha nem lenne fegyveres. Sok szép holmi van. Minden amerikai család úgy van, hogy az anyuka Karen, az apuka Michael, és ha van fiú, akkor Brad vagy Chad, és ha lány, ilyen Paley, de furán írva. És az anyuka mindig azt mondja, Paley! Mindenkinek, minden amerikai anyukának ugyanez a hangja van, minden ilyen tanító. Ez így van. És az anyuka mindig egy tanító, az apuka egy football coach. Paley! Vagy egy chiropractor, az apuka mindig chiropractor, oh my god, yes! Tehát kiropraktőr. Igen. Kutya mindig Oreo. Ha látnak egy fekete fehér kutyát, azon a Oreo. Vagy Buddy. Buddy. Nem értem, hogy miért szeretik annyira a Hooters. Annyira basic. Minden ilyen nagyon amerikai fiúk, akik futballoznak, mind oda mennek a színenapjának, így Hooters. Bár már voltak könyvek, de hát mit csináljak, ez a hobbija. Úgyhogy most egy másik könyvesboltban is szétnézünk. Minden benne van, hogyha szeretnél virágokat ugye préselni. Csinálni. Ragasztó, tű, csipesz, tényleg minden. Ez csak érdekességként mutatom itt, ami kormányzunk, és mellette a volt elnök. Lehet, hogy egymás riválisai lesznek. Itt van a fiatal felnőtteknek az osztálya. Ez az, amit most olvasok. Ez az, amire nem tudjuk, hogy mi a megfelelő magyar kifejezés, mert hát nem krimi, rejtély? Hát igen, mystery. Ez egy krimi? Igen, kijött ebből egy sorozat. Ez annyira helyes, hogy ilyen kis személyes megjegyzések, olvasási élmények vannak kirakva egyes könyvek mellé. Például arra hívja fel a figyelmet az üzenet, hogy ha szereted ezt a szerzőt, akkor itt van tőle ez a könyv is. Ezt a fantasy-t nagyon szeretem. Harry. Szeretem a zenéjüket. Szeretem a Lana Del Rey-t is. Hát őt én is. És itt nem csak a könyve van meg. Uh-huh, hanem az album is. Ez a jó. Itt a kedvenc klasszik könyvem, Little Women. És még mindig népszerű, ugye, a manga? Igen, ez a hátad mögött a fiatalok azt nézik. Na, még azt mutatja meg nektek, mit fog legközelebb olvasni. Ez következik. Már megkaptam. A papa vette meg nekem. Fantasy. Tabletnek tartó, egy másik típusú asztal. Tudsz a házadban egy saját ilyen mini library csinálni, könyvtárt. Könyvtára. Így megvan egy pecsét. A könyvkedvelőknek nagyon jó holmik vannak. Oh my god, mom! Kinyitod, és egy csomó sticker van, amit ki lehet venni. Matrica. Igen. Itt pedig megmutatod a magazinoknál, hogy mit olvasnak az amerikai tinédzserek. Ez ahhoz a társasjátékhoz tartozik, amit te is játszol. Igen. Ott van a kedvenc énekesnődnek egy külön magazin, de itt van Harry is. Egy One Direction könyv. A rajongóknak. Igen, és tele van mindennel. Van egy csomó K-pop, de nekem csak a Blackpink tetszik. Az alkotásokhoz, uh-huh. Ilyen segítség magazinok formájában. Itt egy másik is. A fiúk nyilván ilyen sportot olvasnak. És a klasszikus tini magazin. Ott van a csapat.
És most a 8. osztályt azt mivel zárjátok? Van egy iskolai kirándulás a Universal Studio-ba, és van szerintem egy mozi napunk is, meg egy tánc, csak ahhoz fizetni kell $70. És az osztálykirándulásért nem kell fizetni? Hát ahhoz is, $400. Áruld már el azt is a többi tinédzsernek, hogy te hogy osztod be az idődet. A házi feladatnál úgy csinálom, hogy egy 30 perc és 5 perces szünet, utána újra 30 perc, és szoktam zenét játszani, amikor csinálom, meg beszélek barátaimmal, szóval, hogy ne legyen unalmas. Egyébként most megyünk el a gimnáziumod mellett, hogyha oda nézel, és hogyan tartod fejben a dolgokat? Hogy mindig van nekem a telefonomban egy óra. Tehát figyelmezteted saját magad? Igen. Mindent beírsz a telefonodba, hogy mikor mit kell csinálni? Meg amikor a tanítóm mondják, hogy van egy házi, gyorsan kiveszem a telefonomat és beírom, hogy ne felejtsem el. És persze van a szórakozás. Most például holnap jönnek a barátnőid, és ilyenkor pizsi partik szoktak lenni. Igen. Mit csináltok, amikor így egymásnál alvás van? Szóval kezdjük karaokival. Utána valami fura kaját csinálunk, mindig azt reggelire szoktuk igazából. Főzőt csinálunk. És 100 mozit megnézzük. És ebben lehet egy kis csavargás, mert ugye akkor elengedünk például bevásárló központba, elviszünk benneteket, és ott picit lehettek egyedül. Igen. Meg bulizunk, és beszélgetünk hajnalig. Fiúkról is? Nem. Mert? Because they don't matter. Lassan beesteledik, bírod még? Még egy lehet. Egy hely? Igen. Itt vagyunk már a bevásárlóközpontnál, és akkor mindjárt bemegyünk, de van itt néhány érdekes falfestmény. Szerintem ez egy ilyen tökéletes hely, ahol egy cache lenne, egy ilyen geocaching izé. Mert az egy csomó van Floridában, és szerintem egy ilyen helynek... Ahova itt... eldugnak valami apróságot, igen, meg kell találnod. Normálisan itt a szék alá kell nézni. Igazából ilyen kincskereső, vagy kincsvadász játék. Igen. És van hozzá applikáció. Szeretném nem a piros Converse, hanem a sötétet. Az cuki. Az iskolában minden második gyerek ugye ilyen papucsban jár. Ha valaki rálép, akkor azonnal széttépik. Semmi értelme nincs, nem is értem, igen, hogy miért engedik. Nem lehet több, mint $10 nekem, szerintem. Hát borzalmasan egy néz ilyen... ki. Igen. El vagy már fáradva, tudom. Igen, ezért akarok inni egy babot hit. Hagyom fizetni, hogy ezt is megtanulja. Mindig kérik ugye a borra valót, még az ilyen helyeken is. Itt is cipőt nézünk, ugye? Igen, ez ilyen a skateroknak van ez a bolt igazából, az a vibe. A deszkásoknak. Igen. Oh my god, the shirts are so cute, they're also vintage. Nem tetszik nagyon ez a stílus, hogy ilyen hosszú ötelben. Akkor csak a színe tetszik? Igen, a szín szép, mert egy csomó másfajta kép van rajta. Ez a stílus nagyon megy. Ilyen hosszú zoknival. Nem olyan jók, nem? Nem annyira. $80 kerülnek amúgy. Úristen. Ez egy olyan üzlet, ahol luxus kutyáknak vannak hámok. Megyünk most a Bath & Body Works-ba, ahol szeretnék dolgozni ott, mert imádom a szagokat. Illatokat. Illatokat. Nem pont ez a bajom vele egyébként, hogy annyira illatos, hogy én nem tudom, hogy 5 itt, percnél többet de lenni. De ott nincs idegesítő illat. Én értem, amit mondasz, mert intenzív. Van egy pár illat, ami intenzív, vagy így úristen, de ott mind annyira ilyen, mert ilyen gentle, nem ilyen agresszív. Ott van a sarkon az üzleted, de ide előtte nézzünk már azért gyorsan be. Jó. Az aranyos. Annyira cute. Tudom, hogy van ilyenem, de hát több az jó. És milyen jó ezzel a görög dinnyi és rövid nadrággal. Viszont szerintem egy picit sok érte az a $30. Igen, de recycled, az van ráírva. Itt vannak akcióban a pólók. Egyet veszel és kettőt ingyen kapsz. Csak mindegyiknek a logó ott van. Igen, tényleg ilyen óriás logósak. Hagyjuk, mert feliratos. Igen, mindegyikre rá van, hogy Air is possible. Okay. Szerintem azért buy one get, mert senki nem veszi meg. Igen. Van egy pár ilyen volt, tényleg. Nem akar senki egy gápot idejéről. De nagyon sokan ezt akarják. De miért? Az nem is annyira szignature. Nem mutattam a kedvenc szagomat. Illatomat. Kedvenc illatomat. Várj, itt van. Szagomat. A Thousand Wishes. Szagod ne legyen. Nekem ez a parfüm megvan, meg van a shampoo. A kubai nagymamától kaptam, de szerintem a barátom is adott a szünirapomnak. $17 kerül. Ez egy nagyon jó illat.
Most az lenne a feladat, hogy megkérdezd, hogy jöhetsz-e ide dolgozni nyáron. Ön kedvesebben néz ki? Hát olyat keres, igen, aki szinti. Excuse me, I have a question. How old do you have to be to work here? 18. Oh my god, the last time I checked it was 16. Én vagy zavarban, tök aranyos volt. It is awkward volt megkérdezni. Oké, legutóbb, amikor néztem, 16 volt, de most valamiért 18. Mi szerintem túl sok. Jesus. Van most egy közös kedvenc parfümünk. Itt a Macy's-be beugrunk, megmutatjuk nektek. Why? Hát ez itt. Isteni illata van. Mindjárt mondják az árát. Ez Blooming Bouquet. Ezen most megint elgondolkodhatsz. Tehát egy ilyen parfüm 120-150 dollár. It's like great price. No, it's not. Nem. Hát ő nyilván azt mondja, hogy ez egy csodálatos ár. Azt tegyük hozzá, hogy minden zsebpénzt megérdemelsz, mert hogy elég jól tanulsz. Én akarok tanulni. Mert? Mi a cél? Oxford. And also a role modelom, Rory Gilmore. Aki mindig tanul, nem? Igen, mindig tanul, mindig könyve van, és ő végül Yale-ba ment. Akkor miért nem a Yale a cél nálad is? Mert én nem azt akarom csinálni, amit ő. Hát ő egy journalist, szóval az nem lenne rossz igazából. Mint újságíró. És ő végül, hát először Harvardba akart menni, de végül Yale-ba ment. A Yale az hol van? Az Connecticut? Nem akarnék oda. Ez az egyik kedvenc üzletem. Aszó van bent valami szag, ami nem fog tetszeni a föld. Enyhe lábszag. Tinik mind ide jönnek dolgozni. Nézhetsz pólókat. It's cute. Oh my god, that one's so cute. Ilyen New York-os. Nincs eses. Nem baj. Menjünk akkor be oda még abba a hátsó üzletbe. Az is nagyon népszerű a Shake-Shack, mint hamburger. Meg ugye a Chick-fil-A. Szerintem a krumpliuk tényleg finom, mert annyira a formája annyira valamiért jól esik. Ez a Forever 21, fiataloknak szintén. So, stiff. 18 dollár. Inkább az ilyen laza pólókat szereted, leggings-el, ilyen... vagy rövid nadrággal? Ilyen cotton, vagy nem tudom mi. Pamut. Finom ez a fabric. Végül csak megéhezett, úgyhogy ebben a vegetáriánus büfében kért egy hamburger, sült krumplit, meg falafelt. Nem tudom, hogy ez érdekes lesz a nézőknek. Hát a tiniknek biztosan. Hát a tiniknek biztosan. Elfáradtál, nem? Igen, találkozunk legközelebb. Sziasztok!